Bunum TV, Magyarország első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziója. Kérjük, hogy imáival, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a televízió további fejlődését. Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: ez szóba áll a bűnösökkel, és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: ha közületek valakinek 100 juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a 99-et, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és ezt mondja nekik: örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben a megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem seprie ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit, meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat. Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. Ha közületek valakinek, így kezdi Jézus mondatát: kiket is szólít meg itt Jézus? A farizeusokat és az írástudókat, azaz a korabeli szellemi elitet. Az ő magatartásukat feltételezi a haszócska ismétlése. Hisz nem csak azt feltételezi Jézus, hogy bizony törődnek a rájuk bizottakkal, ami valljuk be és mondjuk ki, hízelgő rájuk nézve, hanem azt is feltételezi, hogy a sikeres kereső, miután megtalálja és visszahozza a nyájba, azaz a közösségbe az elveszett tagot, meg is ünnepi a sikert, sőt, a tágabb közösséget is részesíti örömében. Mindez három vagy négy olyan feltételezés, mely nagyon jó volna, ha így lenni a mai közösségekre is. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy ott kezdődik a közösség, ahol ez a négyes feltétel adott. Számon tartják a közösség minden tagját, személyesen törődnek vele, ha nehézségei vannak, vagy ha eltávolodik a közösségtől, és megünneplik visszatérését a közösségbe. Sőt, mi több, a társadalom is a közösséggel együtt ünnepel, együtt újjong vele. El tudjuk képzelni, hogy a bűnbánat szentségében részesülőt nyilvánosan megünnepeljük? Pedig Jézus pont ezt teszi velük, a megtévedt és visszahozott tagokkal együtt étkezik. Ez az eukarisztia. Ha ma tehát az oltári szentséghez járulsz, tedd ezt ünneplő lélekkel, akár magad, akár mások megtérését ünnepled. Jó tudni, hogy fontos vagy a 99-nek. Ugye fontos neked is az az egy, aki eltávolodott tőlünk, vagy mondjam úgy, tőletek? A Bunum TV-t keresse és kérje kábel szolgáltatójánál.